Mesztelen ügynök. Kalandos, humoros, fantasztikus. Szórakoztató irodalomról mindenkinek. Sziasztok, kedves hallgatók! A mai műsorunk a megszokott rovatokból fog állni, a rovatokban műélvezeti hírekkel, riportokkal, hangos könyveket hoztam nektek szintén a megszokott módon, és egy-két máshol nem hallható zenét. A jelszavaink változatlanok, kalandos, humoros, fantasztikus, a céljaink pedig, hogy az olvasást, a könyvirodalmat népszerűsítsük. De azért filmekre is gyakorta például ma is rápillantunk, mert az olvasnivalók mellett a néznivalókat is szeretjük. Olvastunk, hallottunk, láttunk. Az elmúlt két adásban nem fantasztikus művet szerepeltettem ebben a rovatban, így most jöjjön egy ízig-vérig science fiction regény bemutatása. Dmitri Glukovsky, Metro 2033. Az orosz lélekkel én úgy vagyok, hogy ha túlteszem magam a nemzedékemre jellemző ruszki utálaton, nagyon is szimpatikus ez a habitus. A történelem számunkra leigázó barbár hordaként mutatta be az oroszokat, de mindig is ott voltak a könyves polcainkon Dostojevszki, Tolstoj művei. Mindenki olvasott ezekből legalább néhány sort, és én még ugye a nyelvet is tanulgattam, a mai napig tudok cirill írást olvasni. Az én szüleim könyvei között is voltak az uráli medve fiaitól mindenfélék, többek között Solohov Csendes Don című terjedelmes regénye. Hogy az egészet el tudtam-e olvasni, vagy csak részeket, arra már nem is emlékszek, de én azt a realista elbeszélő stílust akkor nagyon élveztem. Azért mondom, mert többször eszembe jutott a metró fölé hajolva, beugrottak az akkor látott írói eszközök, nagy biztonsággal megállapíthatom, tehát, hogy Dmitri barátunk az orosz realista írók közé tartozik. Science fiction pedig a világ leírása miatt lett. Realista regényírók részletes háttér leírása úgy a természeti, mint az emberi környezetet bemutató terjedelmes jellemzés se szinte egyenrangú a karakterek személyiségének a bemutatásával. Jelen esetben egy a Stalkerből is már megismert, sötét, vészjóslóan reménytelen világot kapunk. Amitől izgalmas a dolog, hogy szinte mindent Artyom a főszereplő szemén keresztül, és az ő éleseszű, folyamatos belső monologizálása, alig 20 éves lázadó lelkének igazságérzetével színezett kritikája már kész élménycsomagként tárja elénk a világát. Bár egyes szám hármasban közvetít a szerző, nem is tudom, hogy a realistáknál lehet, hogy nincs is egyes szám első személy, a főszereplő annyira szimpatikus, hogy néha, mintha magam gondoltam volna az ő agyalásait. Főleg a mű második felében, amikor annyi interakción vagyunk túl, annyi vér elfolyt körülöttünk, és annyiszor vizsgáztunk emberségbörötösre, hogy a hőssel együtt érezzük a személyiségünket fejlődni. A lelkes, bátor, mégis sokszor elbizonytalanodó fiúval történtek, mindannyiunkkal megestek kamaszként, csak nem éppen egy atomháború utáni gyilkos világban. Az igazság az, hogy én a kis konszolidált társadalmunkban pont ilyen aljasnak és gyávának, ritkább esetben pedig példamutatóan erősnek és jellemesnek láttam a felnőtteket, mint Artyom. Sőt, az igazság koronája az, hogy ma is ilyennek látom őket, vagyis magunkat. Glukovsky legnagyobb erénye, hogy a főszereplő jellemfejlődését olyan hittel, elsöprő erővel viszi végig, hogy minden fantasztikus irodalom rajongónak kötelező örülni, amiért ezt a figurát pont a kedvenc zsánerünknek, a sci-finek adta. A másik nagy erőssége a regénynek a helyszínválasztása. Nem tudom, Dmitri mennyit járt a moszkvai metróban a regény írásakor, de néha úgy tűnt, talán már ő is ott született a pusztító háború után, annyira ismeri azt a világot. A kisebb állomások, mint pár száz lakosú falvak, illetve a belső nagyobbak, mint városok tengődnek, a gazdagabb helyeken higanygőzlámpák adnak fényt, a szegényebbeken halvány vészlámpák és tüzecskék, amikhez a stalkerek hozzák felszíni portyázásukról a fát. A fizetőeszköz a metróban a géppisztoly történye, és az állomások között kereskedelem is folyik. A külsőbb, gyérebben lakott helyek között a kilométernyi alagút szakaszok borzasztó veszélyeket rejtenek.
A felszínhez elvileg eltorlaszolt feljárók vezetnek, de mindet nem tudják őrizni, ezért fentről démoni külsejű mutánsok szivárognak le, alulról, oldalról pedig mindenféle szervizjáratokon közlekedő, elkorcsosult, gyilkolni kész emberek. Artyom olyan veszélyről értesül, ami az összes metróban tengődő embert megölheti, és a külső vonalbeli otthonából el kell jutnia a leggazdagabb belső állomásra, hogy az illetékeseknek hírt vigyen. Amíg az említett lidérces és vaksötét alagutakban utazik, állomásról állomásra jutva, ezek a sötét járatok minden olvasóból kihozzák a frászt. Gyermeki félelmeink a sötétségtől buksinkra nyomott barackok ehhez képest. Én bizony kalandosan éltem 20 évesen, számtalanszor vett körbe sötétség, emberi is, de az egy másik téma, és gyakran bandukoltam elemlámpa nélkül erdőben éjszaka, vagy katonaként egy világvégi őrtoronyban gubbasztottam, így teljes átéléssel tudom bizonyítani, hogy igen, a sötét és a magány egy másik tudatállapotot hoz létre. De hogy Glukowski 400 oldalon keresztül, a sötétség végig a regény természetes közege, ezt is a hős jellemformálására tudja felhasználni. Artyom éppen magányos, belső félelmeivel terhes vándorlása alatt érti meg az emberi lét alapvetéseit. Már amikor nem fasiszták, eltorzult testű szektások ejtik fogságba. Az egyik fejezetben harcos partizánok, Che Guevara ideológiáját hirdető komcsik oldalán kerül harcba, egy másikban pedig füvező hippik emlékeznek a régi világról, és ő minden túlélt kalandtól több és bölcsebb lesz. Szóval ebben a félelmetes, sötét világban, ahol a gyilkolás mindennapos, itt kapjuk a legtöbb erkölcsi tanúságot. Olyasmi ez, mint amikor egy közepes filmet az Oscarig felhúz egy nagyszerű színészi alakítás, ezt teszi a történettel Artyom karaktere. Mondjuk a többi, a világleírás sem közepes a mi esetünkben, mert például a főszereplővel ki kell mennünk néhány alkalommal a felszínre, persze védőruhát adnak. Én eddig csak egy orosz témájú sztálkeres regényt olvastam, az sem volt rossz, de ez a posztapokaliptikus környezetleírás, ez csúcs. Mind hangulatában, mind egyenletesen adagolt, szinte a belső óránkhoz igazított tempójában. És ide kívánkozik, hogy megdicsérjem a fordítót, Bazsó Mártont a tökéletes adaptációért. Könyvbemutatóban egyébként ritkában ejtenek szót a külsőről, de nekem ez is fontos, még megszaglászni is szoktam a köteteket. Az Európa kiadó könyveire nem is volt panaszom soha, a nyomdai munkát a Kinizsi nyomda szépen levezényelte, a borító kívánkozik az ember kezébe, a kötés tartós, a szedés színvonalas. Három apró korrektúrán átcsúszott hibát vettem észre, ezt szerkesztőként mondhatom, hogy semmi. Azt olvastam előzőleg az interneten, hogy a Metro 2033-hoz bosszantó módon nem szerkesztettek térképet, míg a második részhez, a Metro 2034-hez már a belső borítón igen. Az én példányom utánnyomás lehet, mert ebben már van moszkvai metró térkép. Igaz, hogy a kihajtható könyvjelző része Metro 2034 szerepel egy pici logó formájában, de ezt is a nagyfiam vette csak észre, nekem fel sem tűnt. Ajánlom mindenkinek, aki vonzódik a fantasztikumhoz, és azoknak is, akik nem szeretik a science fiction-t, de egy hihetetlenül jó személyiség ábrázolásért, egyfajta mentális kalandért elnézik a műfaji sajátosságokat ez alkalommal. A mi kedvenceink. Ezúttal egy olyan novellát mutatok be, ami már Kucka Péternek, a magyar sci-fi élet atyának is annyira a kedvence volt, hogy mindjárt az egyik Metagalaktika indító darabjaként szerkesztette be a korabeli folyóiratba. Viszonylag rövid írásról van szó, ezért beszéljen önmagáért a mű maga. Ez egy régebben elkészített hangoskönyv, mielőtt elhoztam otthonról a pendrive-omról, belehallgatván magam is meglepődtem, hogy egy kicsit ilyen bárgyú hangon kezdődik a szöveg, ne ijedjen meg senki. Később kiderül, hogy ennek jelentősége van. Íme. Ellen Block, az ember az másmilyen. Göncz Árpád fordítása. Archeológus vagyok, és az ember a témám. De akkor is kíváncsi vagyok, meg fogjuk-e valaha ismerni az embert,
Már úgy értem, hogy a halott bolygókon végzett áshatások útján sikerül-e megállapítanunk, miben különbözött igazán a robottól. Mert tudják, én találkoztam egyszer emberrel, és tudom, hogy nem olyan egyszerű a dolog, mint ahogy azt az iskolában tanították. Van néhány följegyzésünk persze, és a magamfajta robotok azon fáradoznak, hogy kitöltsék a hézagokat, de úgy érzem, még nem mentünk sokra. Tudjuk, vagy legalábbis a történészek azt állítják, hogy tudjuk, az ember egy Föld nevű bolygóról jött. Azt is tudjuk, hogy merészen szállt csillagról csillagra, és ahol megállt, mindenütt gyarmatot létesített. Embereket, robotokat hagyott hátra, arra számítva, hogy visszatér. De soha nem tért vissza. Azok voltak a világ fényes napjai, de vajon mi már olyan öregek vagyunk? Az emberben lobogott a láng, ha jól tudom, úgy mondták, az isteni láng, az röpítette át az éjjeli égbolton, de mi elvesztettük az ember szőtte hálószálát. Tudósaink azt mondják, az ember nagyon hasonló volt hozzánk. Kétségtelen, hogy az ember csontváza majdnem ugyanolyan, mint a roboté, csak az valami mészvegyületből készült, nem titániumból. Olyan tudós dolgokat emlegetnek, mint a túlnépesedés, meg a csillagvilág vonzása. Mindegy, akkor se lehettünk egyformák. Mikor utoljára voltam kiszálláson az egyik belső bolygón, személyesen találkoztam az emberrel. Bizonyára az utolsó ember volt abban a naprendszerben, mert már beszélni is elfelejtett. Nagyon rég magára maradhatott, de amikor megtanulta a nyelvünket, jól megvoltunk, már arra gondoltam, hogy hazahozom, de valami baja esett. Egy szép napon, minden látható ok nélkül panaszkodni kezdett, hogy melege van. Megmértem a hőmérsékletét, és arra a következtetésre jutottam, hogy kiégett a hőszabályozó áramköre. Volt nálam egy készlet tartalék alkatrész, és minthogy szemmel láthatólag elromlott, munkához láttam, hogy megjavítsam. Kikapcsolnom gyerekjáték volt, beledöftem a nyakába a tűt, hogy rövidre zárjam, és épp úgy nem mozdult többé, mint egy robot. De mikor kinyitottam, belül már egészen más volt. Összeraktam, de csak nem akart megindulni. Aztán valahogy szétmállott, mire a munkámmal elkészültem körülbelül egy év múlva, és hazaindultam. Nem maradt belőle semmi, csak a csontja. Igen, az ember valóban más volt.
nemzeti hírek, könyvmegjelenés, kiállítás, film, színház, élvezés. Jövő hét szerdán mutatják be a hazai mozik a Kertvárosi Kommandó című új amerikai sci-fi vígjátékot. A trailer alapján könnyű ökörködésre számíthatunk laza arcokkal és inváziós idegenekkel. Jön! Idegen lények támadtak a földre. Szívem, ez bízd a rendőrségre! Lehet, hogy emberbőrbe bújtak. Négy reménytelen pasas. Van itt néhány cucc. Drága, mit csinálsz? Kik ezek az emberek? Francba, anyu, ez az én szobám! Bocs, anyu, csak fel akartam vágni a haverok előtt, oké? Puszika. A négy átlagos, alig díris kertvárosi polgár, Ben Stiller, Vince Vaughn, Jonah Hill és Richard Ayoade csupa egyszerű örömre vágyik, nyugalomra, nőkre és egy sörre távol a családtól. Így aztán polgárőrséget alakítanak, melynek tagjai, kötelességtudó vezetőket kivéve, esti járőrútjaikat kizárólag ürügyül használnak arra, hogy együtt szökhessenek el az otthoni kötelezettségek alól. Komoly bajra, igazi bűnre, súlyos problémákra nem számítanak, az ő környéküken ritka is az ilyesmi. És természetesen semmi sem úgy alakul, ahogy tervezték. A csapat már az első járórútján olyasmibe ütközik, szó szerint, amelyet még a tévében sem látott. Őrült kaland veszi kezdetét, melynek során a világ legalkalmatlanabb figurái egy náluk sokkal hatalmasabb erővel szállnak szembe, és legnagyobb meglepetésükre nem is teljesen esélytelenek. Lila Köt könyves kávézó, Budapest, 13. kerület, Tátra utca 22 és a Garbó kiadó hírai következnek. Október 10, szerda, 7 óra, Lángolni taníts költői est. Fézre Georgina és Virág Balázs Fész költői estje. Egy nő, egy férfi. Klasszikus felállás. A ledönthetetlen ágyugójó és a mindent letöntő fal találkozása. Két elvetemült hiperaktív egy kávézóba, egy estén, közösen. Mondatokat szórunk egy kalapba, ti kihúzzátok, mi pedig reagálunk, külön-külön verssel vagy valamivel, ami arra hasonlít. Játék is kaland, nekünk is, nektek is. Október 11, csütörtök. Délután 5 és 7 óra között Vidámfalu Irodalmi Klub. A Garbó Kiadó Alapítványa a Vidámfalu Alapítvány rendezésében minden csütörtökön 5 és 7 óra között. A belépés díjtalan. Aki nem tud eljönni, otthon is nézheti, követheti az internetes tévéadást. Helyszín: Angyalföldi József Attila Művelődési Központ, Rubin Terem. Budapest, 13. kerület, József Attila tér 4. Október 12. péntek, 18:00, 0. kötet projekt. Ferencfi János utolsó szerzőjestje. Mikor érdemes elkezdeni? Mikor kell abba hagyni? A nulla nem semmi, annyi amennyi, sem ennyi. Ennyit értem el, megosztom veletek. Aztán ennyiben maradunk. Október 15. hétfő, 18:00, író műhely. Írsz, verselsz, de úgy érzed, van még mit fejlődnöd? Nem kapsz elég visszajelzést a műveidről? Szeretnél hetente összeülni egy baráti társasággal, akikkel beszélgethetsz az írói lét minden gyönyöréről és nyűgéről? Akkor itt a helyed a Lila Ködben. Minden hétfőn 6 órától. Október 16. KED, 19:30, Kranyik Török Duó. Kranyik Ildikó ének, Török György gitár, duó koncertje. Gyertek el egy kellemes kávé vagy egy csésze illatos tea és egy finom sütemény mellett, élvezétek a szép muzsikát. Október 18. csütörtök, délután 5 és 7 óra között Vidámfali Irodalmi Klub. Október 19. péntek, 18:00, az Én festői világom, kiállítás megnyitó. Cebe Kata kiállítása, a művésznővel Szecsődi Péter, író-költő beszélget. Október 22. hétfő, 6 óra, író műhely. Egy friss hazai megjelenés fantasy és sci-fi kedvelőknek. Orson Scott Card, A kegyelem ára. Delta Vision kiadó fordította Farkas Veronika. Orson Scott Card neve elsősorban a science fiction irodalomból lett ismerős, hiszen már megjelent mind a Teremtő Alvin sorozatának, mind az Ender, illetve az Árnyék ciklusának is több része, jelenleg éppen az utóbbi kiadása van folyamatban. Ám fantasyt mindeddig még nem olvashattunk az amerikai szerzőtől. A Kegyelem ára című regénye volt az első ilyen próbálkozása, s azt hiszem, egyáltalán nem sajnálkozhatunk a váltás miatt,
ugyanis egy egészen lenyűgöző művet vehetünk kézbe, mert nem csak hogy annyira elvarázsol, mint amennyire a zsáner nagymesterei teszik, de egyben rendkívül izgalmas és érdekes, karaktereiben is kitűnő könyv. A mágia örök törvénye, hogy az árát vérben kell leróni, annál forróban és drágában, minél hatalmasabb. Még az istenek sem mentesek ez alól, hisz ők is úgy születtek, vérben és varázsban. A mágia előtt nincs lehetetlen, amíg arányosan megfizetnek érte. Mekkora áldozatot ér meg egy zsarnok bukása, egy számhoz öt bosszúja, egy ország megszabadítása, és mennyi vér kell kiontani hozzá, hogy valaki dacolni tudjon az istenekkel? Ennek a történetnek három hőse van. Felváltva törnek egymás romlására. Mindháromnak felelnie kell ezekre a kérdésekre, és mindhárman más választ adnak. Bölcsen teszik-e, vagy sem, de nem mindenki hajlandó megfizetni közülük a kegyelem árát. Orson Scott Card 1983-ban élénk felboldulást keltett ezzel a regényével. Ez volt az első kirándulása a fantasy területére, és rögtön halomra döntötte vele a hagyományokat. Az igazság kegyetlen, de a kegyelemmel enyhíteni még kegyetlenebb. Amikor a következő bejátszást előkészítettem, hogy ezt a mostani adásba elhozom, ez már egy előre elkészített kis tréfa, akkor azt gondoltam, hogy a műélvezeti hírek után folytatólagosan fogom beadni, mint valami kis áprilisi tréfa, ilyen irodalmi álhírek, de aztán egész elmegy blödségbe, tehát úgyis lelepleződött volna a dolog. De hát egyrészt ugye októberben nem aktuális az áprilisi tréfa felhasználása, másrészt viszont nagyon szerettem volna már megmutatni, ha már egyszer kész volt. Így aztán azt találtam ki, hogy most beollózom a most majd nevetni kell szignálját, ilyen kis vízválasztóként, és aztán hallgassátok ezt a tréfát. Na most majd nevetni kell! Middendorf aranyhőmérője címmel az Etyeki Álomgyárban már forgatják az új szuperprodukciót. Liam Neeson játssza magát a professzort, az egyéb szerepekben Lee Cho, Huan Chin és Chen Fan látható. Az alkotás producere Andy Vajna, aki magától Putyintól vette át az orosz kormány adományát, egy repülőtéri podgyász megőrző kulcsát, amely a kijevi terminál 620-as szerencéjét nyitja. A feltételezések szerint ebben található a jeles tárgy, maga a hőmérő, azonban a stáb ezt nem találhatja meg soha, mert a híres Szibéria kutató Middendorf az utolsó pillanatban máshová rejtette. Kamás Liának korcába varratta, és ő is elbújt. Vajna újabb forgatókönyv ötleteket kért be a Tarlós utcai általános iskolásoktól, mert ezeket ő gyűjti. A film zenéjét Kiki maga írta. Kiki maga az első emeletből. A statiszta szervező Tóth Kálmánné volt, a forgatás alatt pedig a tisztaságra mindvégig Algainé ügyelt. Algainé Brinczák Erzsébet, az ötvarrásos cirokseprőt, ötje 2000-et használja a rendfenntartáshoz. Senki többet, ez a Pince szín új darabja. Martin Kakatúr, a flamand álomgyáros alkotta ezt a vidám, a közönséget is mozgósító darabot, itthon pedig Tóalmási Géza dráma adaptálta. Fartövi Judit játssza a főszerepeket, a többi szerepet pedig szintén. Néhány néző el is ment a premierre, de senki többet. Három arany szőrszálat talált egy patakparton játszó férfi Enyingnél. A DNS vizsgálat szerint egy azon tünde fanszőrzete mind a négy. Ráfújásra kívánságok materializálódhatnak, illetve megjelenhet maga a tünde személy. A terrorista elhárítás egységei a közelben várakoztak, amikor a tudományos munkatársak a szőrszálakat exakt módszerrel, ráfújással működésre bírták. Név Tamás, a neves akadémikus, egy budapesti hadronütköztetőt kívánt volna, de ehelyett maga a mágikus nő jelent meg, hogy szolgáljon. A gyors reagálású egység fülön csípte, tekintve pedig, hogy a tündéknek őzgidaszerű hosszú fülük van, a kommandosok ezen könnyű fogást találtak. Az őzgidához való hasonlítás nem is pontos, inkább a vége felé elnyújtott babérlevél, vagy a hosszában dizájnosan meghajtott díszszalvéta lenne a jó alapja egy korrekt analógiának. Talán félre, vagy újra félrehajtott ám így a sírólap, amit, meg a színei alapja hasonlóság keresése érdekében beleejtettek egy kávésbőkébe, amit már félig kimostak, de mivel a mosogatót elvitták a mosogatás színeiről, ezért az enyhén barna mosogató lé még nem tudta erősen barnára színezni. A beleejtett és négy rét hajtott papírlapot. Jelenleg a Gyorskocsi utcában várja az ítéletet, amihez a törvényhozás egy-két napon belül
elmarasztaláshoz megfelelő büntető törvényt fog alkotni elsőprő többségi egyetértéssel. Ám bár a világos AB-barna sem jó a főszín hasonlóság vizsgálatához alapnak, és akkor még a formában is gond van, mert a 4-7-hajtott papír a szögletes, a tünnek fülön pedig kerekedett formákat is megtalálhatunk, elvég az is egy színpad, pont úgy, mint itt mellettem a feriküle, csak az nem egyesedik a felsőgő mutatók. Időjárás, sport, 2-1 a fél időben, a végén 2-0 az időjárás javára. Más híreinket kivitte az ablakon a húzat, ezért befejezésként a hangulatunkról adunk tudósítást. Hangulatunk ma fényes, bár reggel kicsit homályosabb, mattabb volt, de akkor egy kávé segített. Később este újra megkophat a fénye, de addig így, a mostani jóval, elevickélünk. És végül elszámolok 11-től 15-ig finnül. Azért finnül, mert felhasználom ezt az egyszerű, hatásvadász érzelemkeltést, amikor idegen nyelven elmondott szavakat humorosként tálalunk. Ez egy rendkívül erőltetett, talán ízléstelen vicc lenne, ha nem komolyan mondanám el úgy, hogy egyetlen arcizmom sem fog közben rándulni. Nem fogom túlságosan vicceskedő, lejáratóan, komolytalan hangszínnel mondani a számokat, épp ellenkezőleg, már tragikusan komolyan. És figyeljék meg, hogy ettől lesz vicces a dolog, de aki ezen nevetni fog, az nem méltó a más népek tiszteletét elnyerni, és az ilyen ne is nézzen tükörbe. Olen, hüvin vihájnen! Ne, ez még nem a számolás, ez azt jelenti, hogy mérges leszek nagyon. A számolás x-itoista, kaksitoista, kolmetoista, nélitoista, vizitoista, kollekümmenta kolme. Aki jól figyelt, annak feltűnhetett, hogy a 15 után még azt is mondtam 33. Nos, aki ezt megfigyelte, az megérdemli, hogy a hírek végén koreaiul köszönjek el. A helycímei szíps jó! Na jó, nem mindenkinek, csak nektek. Ma a verses rovatban Németh Ferenc és Popovics György előadásában hallhatjuk Hollósi Korvin Lajos Csonka vers című költeményének megzenésített változatát. Kezdtem ezt a verset én tavaly május elején, idénleg csak készen, idén sem egészen. Címe az volt életem, s kihúztam, mert félszegen sámpikált a címe, minden lába ríme. Újra kezdtem, s ez alatt fél esztendő leszaladt, de az égre nézve alig vettem észre. Az égen egy felhőszács, az a felhő nem is szállt, lebegett vagy áltán, mint egy őr várt rám. Azt a felhőt néztem én, míg a forgó év felén csak lehullott onnan, mint katona voltam. Ismét kezdtem háború, lett a címe százsorú, volt az első verszak, jajgatott, mint vekhat. Jaj, mit is kerestem itt, katonák holttesteit, bűverő terelte lépteimet erre. Kutattam a tárvatát, messze hajló láthatát, föllelemre méltem, nyitját minek éltem. Életemmel kezdtem el, háborúban vesztem el, én másról akartam szólani e dalban. Másról én, de nem lett, valaki nem engedett, rán a malle perdő, oszlót esti fel. Az előző adásokban elkezdtük felolvasni a vámpíros pályázatunk nyertes műveit, a most következő Betty Blue írói álnevű alkotótársunk pályaműve. A címe A3. Kanala megakadt valamiben. Szabolcs indulatosan megrántotta a botkormányt, hogy kiszabadítsa, közben dühötten szitkozódott. A csuklójára tekert kendőbe törölte meg homlokát, de az izzadság továbbra is patakzott az arcán. Akárcsak a hátán és az oldalán.
A feneke alá gyűjt nedvességtől meg folyton olyan érzése volt, mintha a saját vizeletében ülne. Hülye barom, hülye köcsök barom állat! Verte bal öklével a műszerfalat, amikor a kanál csak nem akart kiszabadulni. Tisztában volt vele, hogy semmi értelme a dühöngésének, de egyszerűen muszáj volt odasúznia. Ha elől telett volna az a kerékképű, busa szemöldökű román művezető, az a Nucu, vagy hogy a francba hívják, valószínűleg annak is bemosott volna. Hiszen az az állat találta ki, hogy ne hajnalba kezdjen dolgozni, mert neki nem volt kedve korán kelni, hogy a csini kis Nissanjával kiúruljon ideig Brassóból. Pedig ez tényleg nincs messze. De nem, az az idióta ragaszkodott a reggel 8-hoz, amikor már legalább 30 fok van árnyékba, de olyan meg nincs sehol, különösen nem a tűzforró kaszniban. Szabolcs az ilyen ragyogóan meleg nyári napokon, mikor egy felhő sincs az égen, a pokolba kívánta az egész A3-as autópályát. A románokkal, a székelyekkel, de még a havasokkal is egyetemben. Kell a pénz. Elengedte a botkormányt, jobbjával kitabogatta az ülés alá gurult ásványvizes palackot, s nagyot húzott a húgymeleg vízből. Hatta, hogy lefolyjon az állán és benedvesítse a valaha sárga egyenpólót és a poros munkásnadrágot. A kiürült palackot néhány gyors mozdulattal labdával gyűrte, és bevágta a háta mögé a többihez. Igazított kicsit a kormányon, és lágyan, szinte gyengéden kiemelte ezt a nagy darab szart, amiben az előbb megakadt a markoló. Mielőtt oldalra borította volna, fölemelte, hogy lássa mi az, leginkább egy koporsónak tűnt, de a rárakódott föltől nem tudta kivenni rendesen az alakját. A színét, anyagát meg aztán végképp nem látta. Vállat vonva kiborította a kanálból. Hallotta a leguruló kavicsok zörgését, a döbbenést, és mintha valami recsent volna. Talán kinyílt a láda, és most kiborult belőle a holttest. Vagy mellé rejtett kincs. Majd, ha megállnak az ebédszünetkor, megnézi. Az már úgyis csak egy fél óra. Hé, Cimbi, kérsz egy sört? Az irányító fülke ajtaját Laci tépte fel, az a mindig vigyorgó, nyurga kölyök. Szabolcs legszívesebben belerúgott volna a fülig vigyorba, de aztán megenyhült. Nem vagyok a Cimbit. Hol az a sör? Hátul a tisztáson. Behúztuk a bokor alá a hűtőládát, hogy az a barom Nicu meg ne lássa. Gyere, koma, kérni akarok valamit. Szabolcs zsipattagokkal kászálódott le a fülkéből, és a fejébe nyomta az előírásos sisakot. Tudtam, hogy nem lesz ingyen a sör. Nem morog már, nem nagy dologról van szó. A nyurga fiú kedélyesen belekarolt, és finom az erdő felé terelte, át Szabolcs hirtelen lecövekelt. Figyelj, Laca, én nem akarok belekeveredni a stiklijeidbe, és neked se kéne. Ne popolj már, hülye gyerek, ez nem balhé, hanem figyelj, emlékszel arra a kis vöröskére, akit múlt vasárnap láttunk a templom előtt? Szabolcs elgondolkodott. Egy ideje már nem nézte meg úgy a csajokat, mint régen. Mióta is? Arra kis műkörmös csitrére gondolsz, akit a brassói Tesco-ba pénztáros? Laci megkönnyedett. Pénztáros? Ezt meg honnan veszed? Múltkor nála fizette, mi van vele? Ma este randizunk, osz, ha minden jól, mert nála is alszok. És ma én lennék a soros. Ne basz ki, ugye nem akarod. Nézd, Szabikám, neked úgy sincs itt nőt, bulizni meg nem szeretsz, ez meg tök mindegy, hogy a szálláson olvasa vagy a bódéba, nem? Itt legalább senki se baszogat. Ja, csak állatmeleg van ott bent, még éjjel is. De legalább alhatsz kint, ha kihúzod a kempingágyat. Szerintem még jobban is jársz. Hallod, öcsém, miért nem mentél a biztosítási ügynöknek vagy autónepernek? Ilyen dumával? Honnan veszed, hogy nem próbáltam? Laci vékony arcán ismét széterült a vigyor, de az uniós projekt jobban tejel. Ha fizetnek, azt hallottam, hogy nincs pénze a román kormánynak. Annak lehet, de a minket a konszerz fizet, nem emlékszel? De ne ezzel törődj most, segíts inkább. A hűtőláda a helyén volt, félig a földbe temetve, jól elrejtve a bokrok alá. Szabolcs elgondolkodva forgatta a kezében a gyöngyöző üveget, amin a kozelcímke lassan csúszott lefelé. A hátra maradt nyákos ragasztót a fiú oda sem figyelve törölte foltos nadrágjában, miközben azon zagatolt az agya, hogy valamit még meg akart csinálni az ebédszünetbe, de mit? Különös éjszaka volt. A forróság még napnyugta után sem enyhült, a füllett levegő foltogató dúnyhaként borította a falut és a környező vidéket. A vihar előtti csönd ülte meg a havasok lábát. A madarak és a kis erdély állatok is érezhettek valamit a közelgő égi háborúból, mert egyetlen nyikanás nélkül húzódtak meg a vackukon. A hold a felhők mögé bújt, de a földre leszüremlett egy kevés kósza csillagfény. Csend, homály, rezzenetlen levegő, hőség. A föld markulók vájtesebei mellett törmelékhalom megmozdult. Előbb csak pár kavics gördült le a dombocska oldalán, majd egyre nagyobb göröngyök fordultak le a tetejéről, hamarosan fölfedve egy oldalára borult ládát. Egy ládát, melynek hiányzott a teteje. Nem találta a helyét. Először még ki akart ülni a hullámpalából összerót bódi elé,
de aztán meggondolta magát. Ott kint nincs fény, és a ventilátor se tudja bedugni. Fejére húzta a fejhallgatót, hogy kizárja a meleg levegőt kavargató gép elviselhetetlen hangját, de még Teron sem volt képes teljesen elnyomni az ógás, pedig maxra tekerte az MP3 hangerejét. Előkotorta a vázlatfüzetét meg a ceruzáját a hátizsákjából. Kezébe került a levél, amit még Encinek kezdett írni, de ezt nem félbehagyja. Mit írjon? Hogy hiányoznak? Hogy alig várja, hogy végre ő mondjon mesit musikának? Hogy kurvára elege van? Az egyetlen, amit írhatna, hogy küld pénzt. De az még egy hét. Majd beszélnek hétvégén videócsatán. Laca úgy is jön egyel, biztos beviszi Brassóba. A könyvtárban meg van net, igaz lassú, de legalább ingyenes. Belökte a levelet a táska aljába, és a térdére fektette a vázlatfüzetet. Múltkor ott hagyta abba, hogy elkezdte lerajzolni a falu hátterében lévő kis templom freskóit. Eléggé leamortizálódott az épület, talán megépítése óta nem volt felújítva, de a freskókat tehetséges művész festette. Örült neki, hogy legalább az a kis templom megúszta. Az eredeti tervek szerint le kellett volna gyalulni, de az ellenőrök nem engedték, mert hogy műemlék. Persze a temető már más tészta. Hivatalosan oda is kellett volna régészeket hívni, de amikor felvetette az építésvezetőnek, az nagyon csúnyán nézett rá. Nem feszítőzött, elvégre nem az ő baja, csak ilyenkor egy fáj egy picit a szíve, mert diplomás történészként szívesebben végzett volna itt ásatásokat, mint útépítés, bár mind a kettő földmunka. Előkotorta a zsebéből a mobilt, és kikereste két nap korábban készített fotókat. Kicsit életlenre sikerültek, de azért még elég jól látszottak a freskók színei. Kikereste a törökösöket, és próbálta elkapni a formákat. Komor gondolatai elpárologtak közbe, mint bőréről az izzadság. Nem tudta, hol van. Nem tudta, ki ő. Igazából még érzései se voltak, csak egy vad állati ösztön. Vadászni. Nem volt szem a látáshoz, nyelv az ízléshez, bőre a tapintáshoz. De megvoltak a fogai, a szép, hosszú fogai. Végtelen lassan kikászálódott a széttört koporsóból. Most, hogy már nem volt testébe ékelődve a karó, nem kötötte semmi a köztes léthez. Szabad volt és éhes. Feltámadt a szél. Eleinte csak a fűszálak és a fák levei súrlódtak össze finoman, majd kisebb galjak, ágak is megmozdultak. A fenyves halk zúgása életre kelt, lelökve magáról a füllet csöndet. A szél lezúdult a havasok oldalán, átnyargalt a kristályvízű patakok felett, keresztül száguldozott a völgyeken. A fűszálak a földre lapultak, meghajultak előtte a bokrok, de még a fák is. A készülő autópálya töltése fölött, mint a megtorpant volna, felkavarta a port, az idáig sodor tobozokat a magasba emelte, majd újra a földre dobta. Megrobajlott az ég, vakító villám cikázott végig a nagy kőhavas felett, majd három szívdabbanással később a hegyoldalán legördült a mentörgés. Halk, majd egyre erősödő kopogással megérkezett az ivatar. A vihar elborította a bódé falához utámasztott lapátokat, amik hangos zörgéssel, döbbenéssel borultak egymásra. Szabolcs a pokoli lármára riadt fel. Lehajolt, biztonságba helyezze a földre csúszott vázlatfüzetet, de azonnal fel is jaldult, mikor zsibbadt lába a deszkához ért. Mint a folyékony tűz áramlott volna végig a tagjain, elnehezült végtagjai nem akartak engedelmeskedni. Nagy nehezen talpra kecmergett, a fejhallgatót, melyben még mindig Teron szólt, ki tudja hanyadjára, fintorokba lehúzta a füléről. A feje majd leszakadt, ám nem tudta, hogy eldönteni, hogy a fejhallgatótól, mely álmában ráfeküdt, vagy hirtelen jött vihartó fájdult meg. A levegő érezhetően lehűlt. A bódé bádok tetején egyre gyorsuló ütembe dobogtak az esőcseppek, oldalát pedig törött tépet ágakkal szórta meg a szélvihar. A fiú felkapta esőkabát híján, a munkavédelm is akott meg egy zseblápát, és késéltett, hogy rendet tegyen. Érezte a közelben a prédát, forró vérének lüktetését, bőre kipárolgását. Az ellen szív minden egyes dübbenése egyre közelebb és közelebb lökte hozzá. Követte a nyomot, ami nem volt se szag, se zaj, csak a vonzás, mely húzta, vonta, rángatta. Szabolcs nagyon szentségelt. Felváltva szitta a vihart, a konszent, az A3-ast és Lacát. Mire nagy nehezen összekötötte és kövekkel lesúlyozta az eszközöket, már nem volt egy száraz pont a testén. Belépett a bódéban, és nyúlt volna a kilincsért, mikor egy hangos sercenése elment az áram. Pár pillanatig bámultan állt, majd a földhöz vágta a sikcsakját.
ó, hogy az a kurva szakadt ki belőle. És fordult ki a sötét, vizes éjszakába, hogy megkeresse a biztosítékok szekrényét. Már közel jár. Érzékelt az élet melegét, de leginkább a küzdőpréda édes szúró szagát. A púzáló szív gyorsan vert, vad dühe megbizsergette csontjait. Hirtelen megszűnt a fény, a helyét bársonyos sötétség vette át. Eljött az idő. Szabolcs tétován állt a viharvert szekrény előtt. Zseblámpájának fénye elmaszatolódott fénypacának látszott a rozsdás dobozon. Tudta, hogyan nyúlhatna hozzá a vezetékekhez, a biztosítékokhoz, de nem volt biztos benne, hogy jó ötlet kinyitni a szigetelt ajtót ekkora viharban. Meg aztán előbb a szerszámkészletet kellene megkeresni valahol a markolóban az ülés mögött. Megfordult, hogy előkerítse. A zseblámpa pászmája követte keze mozdulatát, és hirtelen azt hitte, hogy valami fehér ágat sodort mögé a viharos szél. Csak lassan tudatosult benne, hogy amit ő ágnak vélt, ez mi is valójában. Keze önkéntelen mozdulatával a fénycsóvát az arca magasságába emelte. Tagjaiban szétáradt az iszonyat a felismeréstől, ahogy a tűhegyes agyarakkal vicsorgó koponyára világított. Dermet ujjai közül lassan kifordult a zseblámpa. A zsákmány mellé térdelt. A nyakai artériából már nem spriccelt a vér. Igazából még csak nem is szivárgott. A test száraz volt és halott. Az övé viszont kezdett változni. Elektromos impulzusok futottak végig a csontjaiban, élettel töltve meg annak szöveteit. Az érzettel együtt érkezett a fájdalom, amit üvölteni tudott volna, ha lett volna, mivel így csak az ég felé fordította vakszem gödreit, és néma sikolyra nyitotta száját. Az égen újabb villám hasított végig, és ez új érzetet hozott. Kín hasított a szemébe. Oda kapott, és élő szövetet tapintott. Vadonatúj szemével rámerett a kezeire, amin friss, puha bőr feszült. Tudta, hogy lehetséges, de korábban még nem volt ilyen élményben része. Persze. Azelőtt még sose döfték karót a szívébe. Volt azelőtt, emlékezett, nincs egyedül. Van családja, testvérei, lánya. Némán elüvöltötte a hívást. Percekig semmi sem történt. Majd nagyon távolról, nagyon mélyről, halk vízhang felett hangjára. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, a mai műsorban a segítő Acél Valéria volt. Ne felejtsétek, hogy a www.írjunk.hu weblapon számtalan irodalmi képi hangos alkotást találhattok a kedvenc témaköreinkben, kalandos, humoros, fantasztikus témákban, tehát www.írjunk.hu rövidével. Itt találhatjátok az előző rádióműsorok jó minőségű ismétlését is, és két hét múlva kedden nagy szeretettel várlak titeket. Szervusztok!